Én valójában miskolci születésű vagyok, ugyanabban a lakásban élek és dolgozok, ahol egyébként születtem, hiszen édesapám 1948-ban helyezte ide a fogorvosi rendelőjét, és azóta is itt van a villanyrendőr közelében ez a rendelő. Az egészségügyért élek, ezen belül természetesen a betegekért, mind az aktív betegellátásban, mind a szervezési vonalon. Nagyban gondolkozni is megtanítottak, amikor a menedzserképzőt is elvégeztem Budapesten, és ennek köszönhető az, hogy kétszer is intézményvezető lehettem. Minden tevékenységemben a segíteni akarás volt, így a Bánkúti hegyi és simmentő szolgálatnál, a barlangi mentőknél jelenleg is aktív vagyok, korom ellenére már ugyan nem annyira járok nagyon nehéz barlangokba, de a könnyebbeket még szívesen látogatom. A családomnak is köszönhetem, a hitemnek is köszönhetem, a mindenhatónak is köszönhetem az, hogy ezt a kort megértem, és elértem azt, amit szerettem volna.